Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntsem Önöket a mai rendezvényen. Milyen furcsa és érdekes a sors. Az első polgármesteri megnyilvánulásom, amit egy köszöntőre így meg kellett tennem, az a tegnapi napon a Zalaegerszegi Városi Diák Önkormányzatnak, a fiataloknak a köszöntése volt. A második polgármesteri megnyilvánulásom pedig az időseknek a köszöntése. Lehet, hogy véletlenül alakult így, de az is lehet, hogy a sors különös kegye az, hogy pont azzal a két generációval találkozhatom polgármesteri munkám első napjaiban, amelyre a következő időszakban és előtte a polgármesterként is különös figyelmet szenteltem. Hiszen azt gondolom, hogy egyrészt a fiatalok jelentik a városnak azt a hosszú távú jövőjét, amelyre nekünk a következő időszakban oda kell figyelni, de semmit nem ér ez a fiatalság és ez a lendület, amit majd mi is próbálunk a következő években hangsúlyozni, ha nem lennének Önök, ha nem lennének a mi szüleink, nagyszüleink és dédszüleink generációja, azok, akik szeretettel óvtak bennünket az elmúlt időszakban, és azok, Önök, akik jó tanácsokkal, néha bizony kritikákkal és új javaslatokkal láttak el bennünket. Csak akkor lehet ez a város sikeres, hogyha a két generáció, a fiatalok és az idősek össze tudnak fogni, és hogyha a fiatalok lendülete párosul azzal a tapasztalattal és életbölcsességgel, amivel Önök rendelkeznek. Önök, akik az idősek hónapjában itt Zalaegerszegen is meg tudják mutatni azt, hogy azért nem csak a fiatalokban van lendület, hanem Önökben is, és valóban olyan fantasztikus műsorszámokkal gátáztatnak el bennünket, hogy az ember szinte már-már várja azt, hogy maga is idősként ugyanezt majd elő tudja eladni. Én még egyszer nagyon szépen megköszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek erre a rendezvénysorozatra. Bízom benne, hogy a következő évtizedekben még nagyon sokszor fogunk Önökkel találkozni, és arra bíztatom Önöket, hogy a város hasonló rendezvényein hasonló lelkesedéssel vegyenek részt, és ezeken Önöket már úgy fogom tudni köszönteni, hiszen Boda László elnök úr pontosan tudja a mi szervezeti és működési szabályzatunkat, hogy nem csak Zalaegerszeg polgármestereként, hanem ebből a tisztségből fakadóan a Városi Idősügyi Tanács elnökeként is fogom tudni köszönteni Önöket. Még egyszer jó egészséget kívánok, érezzék jól magukat a mai napon, és örülök, hogy második hivatalos megszólásomon pont Önökkel láthattam szót. Jó szabadságot!